Csonkára sikeredett az ősz a megyei első osztályban, az utolsó három fordulót már nem játszották le a csapatok. Ennek következményeként a hétvégén az elmaradt meccsek pótlásával már rajtol a tavaszi szezon. A csapatoknak így a korábban megszokottnál kevesebb idejük volt a felkészülésre. A Nyírgyulaj 18 játékos számláló változatlan kerettel vágott neki a téli munkának. Az elmúlt években azért 6 hét volt a felkészülésre, most ez 4 hétre módosul. Tehát megkezdtük január elején a munkát. Igazán nem is nagyon álltunk le, mert december közepéig heti egy alkalommal mozgott a csapat. Január 5-én elkezdtük a felkészülést heti 3 edzéssel és a plusz az edzőmérkőzésekkel. És szombaton végig már bajnokit kell játszani Vásárosnaményben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon szűk az idő, de a keretünk létszám adott arra, hogy egy olyan tavasz produkáljunk, amit szeretnénk. A felkészülést is szinte csak Műfőn tudjuk végezni, hiszen otthon hazai pályán, Nyírgyulajban fűes pályánk van csak, igazán csak futásra alkalmas a területe, a játékra, a felkészülésre a Műfő alkalmas. Debrecenben járunk Műfőre, edzőmérkőzéseket játszunk Műfőn, tehát megpróbálunk mindig mindenféleképpen felkészülni tisztességesen. A megyei első osztályban május végén fejeződik be a pontvadászat. A következő 4 hónapban 18 meccset játszanak majd a csapatok. Ez a 18 meccs egy komoly kihívás mindenki számára, pontosan ezért én azt gondolom, hogy rendben vagyunk, mert elég bő a keretünk. Mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy a dobogót elérni célként, az év elején ezt tűztük ki. Egy pontra vagyunk a dobogótól, nem elérhetetlen. A Nyírgyulaj rögtön egy rangadóval kezd, Lukács Tibor negyedik helyen álló együttese szombaton Tarpán Műfűvön a második helyezett Vásárosnamény ellen lép pályára.